Senki sem szereti hallgatni ezt a hangot, ám ezúttal nincs baj, a mentő a mi kedvünkért állt ki az állomásról. A banyádi mentőállomás új üdvöskéjét már nagyon várták, mert a régi autóba még a szél is befújt. Minden szempontból egy nagy előrelépés, műszakilag, technikailag, mentéstechnikailag. Régi vágyunk volt már, hogy egy ilyen mentőautót kapjunk a banyádi mentőállomásra. Bonyhád és környéke körülbelül 30 ezer embert lát el, tehát maga a város 14-15 ezer ember, plusz még 22 falu körbe, tehát Bonyhád és a Völgység. Januártól újra az úgynevezett mokkos autó, tehát az mentőorvosi kocsi teljesít Bonyhádon szolgálatot. Ők hétfőtől vasárnapig nappal dolgoznak, ahol mentőtiszt, illetve időnként orvos is szolgálatot teljesít rajta. Így tulajdonképpen egy magas szintű ellátást tudunk nyújtani a lakosság számára. De nézzünk körül a mentőautóban. A személyzet nagyon örül az új járműnek, már csak azért is, mert állómotor mellett is 20 fok fölött lehet tartani benne a hőmérsékletet, ami nagyban emeli a betegek komfortérzetét és segíti az ellátást is. A beteg légkutyainak leszívására való eszköz az LSU márkájú készülék, ez egy Edán márkájú monitor, beteg monitorozására való vérnyomás, szaturáció, illetve a pulzusát szoktuk ezáltal ellenőrizni. Újraélesztés, ezt használjuk, ezt az eszközt, egy LifePak 1000-es típusú készülék, tehát reanimáció során. Csatlakoztassa az elektródot. Ez egy félautomata defibrillátor. A modern mentőautóban hál' Istennek itt már mindennek megvan a helye, tehát minden eszközünknek ebben az rekeszben találhatóak kötszerek, steril nullapok, hogyha egy vérzősérülthez megyünk ki, akkor annak az ellátására, illetve vérzés csillapítására szolgáló eszközök vannak ebben a rekeszben. Kihűlt sérülthöz megyünk, akkor nem a hideg infúziót töltjük bele idézőjelbe, hanem már egy testmeleg infúzió van ebben a rekeszben. Mondhatjuk úgy is, hogy evolúciós ugrás a régi autókhoz képest. Ami a nagyon nagy előnye, sajnos garázsunk az nincsen, mert nem fér be ez az autó, viszont 220 voltról folyamatosan tölthető, és elektromos fűtéssel egy hát emberi hőmérsékletet biztosít folyamatosan. Tehát éjjel, amikor mínusz 5-6 fokba kimegyünk, akkor is 20 fok van az autóban, melegen tartja a betegteret, a vezetőfülkét, illetve a hűtővizet, tehát a motor melegen indul. A mentősök már annak is utána jártak, mibe kerülne, ha lenne garázsa az új autónak. A tervek alapján ez kevesebb, mint 1 millió forintból megoldható volna. Nagyon reménykednek benne, hogy hamar megoldás születik erre a problémára is.